Jubileumi találkozón vehettek részt a tambura zene kedvelői. 10. alkalommal rendezték meg a Bátai Nemzetközi Tambura Fesztivált a helyi roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A térségre jellemző hangszer meghonosodását a szláv ősöknek köszönhetik. A rendezvényen azonban nem csak a zenei hagyományokat elevenítették fel, hanem a jellegzetes cigány ételeket is megismerhették az érdeklődők. Nagyon régi cigány étel, ez libafejes paradicsomos káposztával lesz megfőzve, de vannak benne libalábak, meg libakacsa szárny is, tehát finomabb lesz. Azért már ugye a kacsa libának az a comb része, az egy kicsit zsírosabb, és az kell bele. Egyszerű alapanyagokból, szabad tűzön, bográcsban főtt, ízletes falatok, ezek a roma konyha alapjai. Többek között marha, liba és csirkepörkölt készült, valamint különböző cigány lecsókat és töltött káposztát is kóstolhattak a vendégek. A fesztivál során különleges, már-már extrém alapanyagnak nevezhető malactartó is képviseltette magát. A malactartó a szegény emberek eledele volt a sertés léppel, vesével, fejjel, lábbal együtt. Ebből a perifériára került belsőségekből is igazán finom, jó állagú étel készült. A koncepció nekünk annak idején az volt, hogy a lelhunt zenészek, illetve cigányzenészek emlékére tartottunk itt egy megemlékezést. Nem gondoltam volna annak idején, hogy ebből ekkora buli lesz, de bízok benne, hogy tovább fogjuk vinni. Valaki viszi majd tovább rajtam kívül ezt a rendezvényt, még mert ez a 10. És azt mondják állítólag, hogy a csúcson kell abba hagyni. Balog László főszervező megjegyezte, a Dunaparti faluban a 19. századra nyúlik vissza a tambura zene hagyománya. A hangszer ma is népszerű a fiatalok körében, nem csak a beás, hanem a lóvári cigányok körében is. A programjaink úgy néz ki, hogy 2 óra, attól függ, most már kis biztos valószínű csúszásban leszünk, 2 órától indulna meg a köszöntővel, és azt követően lennének a zenekaroknak a bemutatás, illetve fellépései. Illetve lesznek, ott is megint egy kis svédcsavart tettünk az egész rendezvényünkbe is, hisz a 10. Mindig mindenben teszek bele egy kis változatosságot. Az eseményen részt vett Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke, aki úgy fogalmazott, hogy nagyon fontosak az ilyen és ehhez hasonló nemzetiségi rendezvények. Tolna megye sokszínű, és a sokszín közé a roma nemzetiség is hozzátartozik, és hát ők maguk is sokszínűek, és nagyon jó, hogy egy ilyen rendezvényen bemutatják azt, hogy milyen színes kultúrát, zenét képviselnek, és gasztronómiát is, megkóstoljuk az ízeket is, és hát ettől gazdag Tolna megye, hogy ilyen sokféle és ennyi gazdagság van romáknál, németeknél, székelyeknél, bukovinai székelyeknél, és hát még sorolhatnánk, hogy mennyi árnyalata van a megyének, és a különböző csoportokat néha jó összehozni is, és az is jó, hogy építjük a kapcsolatot a különböző nemzetiségek között és a különböző kulturális csoportok között. Este bázárta a fesztivált, ahol Boly Misi muzsikált.